Sziasztok, köszöntjük a Loki Blog hallgatóit, én Tibu vagyok, és ez itt a legújabb Loki podcastunk, amiben az OTP Bank Liga 19. fordulójának elmúlt mérkőzéseit elemezzük közösen. Itt van velünk még Juve fan. Sziasztok! Itt van velünk Red Boy. Sziasztok! Valamint Lukász. Sziasztok! Kicsit szakítottunk a hagyományokkal, és egy-egy jellemzőhöz kerestünk egy-egy mérkőzést, így Juve fannal kezdeném az első találkozót, hogy gondolja ki, hogy melyik volt szerinted a legmeglepőbb győzelem az elmúlt hétvégén. Hát ugye voltak érdekes mérkőzések, én ezek közül talán a nyitó mérkőzést emelném ki, ugye a Paks Puskás Akadémia találkozót. Egyrésztről azért, mert én meglepetésnek tartom a hazai csapat győzelmét. Elég gyengén kezdték a tavaszt, ellenben a Puskás Akadémia szerintem egész jól erősített, talán erősebb csapatnak is tűnt, és ugye még ez pluszba rátesz a meglepetés győzelem fokához, hogy ugye vezetett a Puskás Akadémia, emberelőnybe is került, és ennek ellenére 10 emberre fordítani tudott a Paks, úgyhogy ez számomra abszolút bravúr győzelem. Ráadásul azzal a Bartalaci duplával, akit aztán a Trollfocin elárasztottak a barátok köztös mémekkel. A Bartalászló biztos felkerül így a hétvége legjobb labdarúgói közé ezzel a duplájával. Lukás Szeretboy, néztétek a mérkőzést, van hozzá fűzni valótok esetleg? Megérdemelt volt-e a Paks győzelme? Hát mivel több gólt lőttek, ezért értelemszerűen igen, megérdemelt volt, még akkor is, hogyha engem is nagyon meglepett, hogy ember hátrányban a mérkőzésnek az utolsó negyedében tudták mégis bedarálni a Puskás Akadémiát, aki eddig azért jobb eredményeket produkált, meg mondhatjuk, hogy talán egy fokkal erősebb kerete van, így a középcsapatok környékén. Jó, mondjuk még talán a Paksnak erősebb per pillanat, de egyértelműen a sok pénz miatt előbb-utóbb a Puskás előnybe fog kerülni ilyen tekintetben. Jelenleg a Paks a 6. helyen áll egyébként 31 ponttal, 4 ponttal mögöttünk, a Puskás Akadémia pedig 24 pontos. Ilyen szempontból, Red Boy, mit gondolsz? Jó az, hogy nyert a Paks, hiszen a középmezőnyben segíti azt, hogy mondjuk adott esetben egy Újpest, Diós, Győr, Kecskemét lemaradozzon rólunk, vagy most ez esetben jó lett volna, hogyha a Paks hátrébb kerül? Hát, véleményem szerint az végig is jó, hogy nyert a Paks, mert én is néztem a mérkőzést, és szerintem gyakorlatilag a Puskás Akadémia gyakorlatilag saját magát verte meg, mert emberelőnyben voltak, a 11-est azt berúgták, és utána esztelenül játszottak, tehát hogy nem voltak taktikusak, és hát a Paks erre ráharapott, erre a lehetőségre, és megfojtotta a mérkőzést, de másrészt szerintem lesznek még bőven az a hátralévő forduló körbeverések, szóval szerintem annyira nem sok. Tehát, hogy annyira nem olyan nagy jelentősége van ennek a győzelemnek, legalábbis remélem, hogy ez minket annyira nem fog érinteni, legalábbis, hogy mi minél jobban fogunk szerepelni, és a dobogó közeli helyeket megcsípjük, vagy esetleg a dobogó legalsó fokát. Köszönöm szépen a válaszaitokat. Térjünk át egy következő jellemzőre. Lukást kérdezem arról, hogy ugye minden hétvégén van egy-egy olyan találkozó, ami hát nagyon kevés szurkoló számára kedves, és hát sok esetben akár azt is mondhatnánk, hogy ez már másodosztályba való meccs. Melyik volt szerinted a leginkább másodosztályba való meccs ezen a hétvégén? Ha a másodosztályba való meccsek körül után kutakodunk, akkor egyértelműen a kiesési rangadók körül kell széllyel nézni. És két ilyen meccset rendeztek, a Pécs haladást, meg a Pápa-Dunaújvárost, de ezek közül a Pápa-Dunaújváros volt szerintem a gyengébb, ahol egy nagyon rossz futballt mutató két csapat, unalmasan játszó együttesek, és
és nem túl boldogító 1-0-ás hazai siker született, mert most már egy kicsit én szimpatizálok a Dunaui várossal, a pápával meg hát érthető módon nem annyira, de ezzel egyetért, ilyen tekintetben mindig egyetértek Juve fannal, úgyhogy szerintem a pápa Dunaui város volt a legrosszabb meccs, a legszínvonaltalanabb, és szeretném, hogy a pápa kiessen, de ezzel most megint nagyon fontos 3 pontot szereztek sajnos. Juve fan szerinted most már kizárt, hogy a pápa kiessen, ha már ez a kérdés felmerült? Hát itt kell, hogy adjak Lukasz kijelentésének, hogy nagyon úgy tűnik, hogy a pápa megint meg fog menekülni, azért ez tényleg egy nagyon nagy lépés volt a bennmaradás kiharcolásához, ugye Dunaui város nagyon gyengén kezdett, pedig én őszintén szólva egy erősebb kezdést vártam volna tőlük. Látjuk, hogy a Honvéd abszolút egy nagyon gyenge csapat lett, még azt se tartom kizártnak, hogy ők lesznek az egyik kieső. A haladás megint csak bent ragadt a rajtnál, hát a Pécs az úgy tűnik, hogy összekapta magát, meg a Nyíregyháza is, de még mindig így a pápánál van 3 gyengébb csapat, amelyik pontszámban és játékerőben is úgy tűnik, hogy hátrébb helyezkedik el, és hát úgy tűnik, hogy a pápának ez az a pici rutin, amivel már így rendelkeznek a kiesés elleni harcokban, megedződtek, ez idén is elég lesz, hogy elkerüljék a kiesést, teszem hozzá, sajnos. Igen, pontosan, és egy forduló van a bajnokság kétharmadáig, tehát összesen 11 találkozó lesz még hátra. Hogyha azt nézzük, egyébként a szombathelyi haladás ugye 12 ponttal áll leghátul, 16. helyen, és 11. a kieső jelöltek sorában a Nyíregyháza 18 ponttal, köztük helyezkedik el többek között a Pápa 17-tel, a Pécs 16-tal, a Honvéd 13-mal, és a Dunaui város szintén 13-mal, tehát azért itt 6 pontos differencia van, ami bárhogy is nézzük, akár két forduló alatt is ledolgozható, úgyhogy azt gondolom, hogy azért a következő fordulókban érdemes lesz ezt a területet is figyelni, mert azért izgalmas csaták várhatóak, és ilyen szempontból egyetértek, hogy a pápa most egy hatalmas rangadót nyert meg. Hát hatalmas kiesési rangadót tegyük hozzá. Kiesési rangadó mindenképpen, de mind a két csapat az életéért küzd, és általában azok a mérkőzések, ahol az életünkért küzdünk, azok nagyon izgalmasak és emlékezetesek tudnak lenni, bár valljuk be, hogy ez a Pápa-Dunaui város most kivételt képezett. Mert képességekben volt némi hiány mindkét együttes oldalán, de csak azért. De ezt a kieső jelöltektől azért nem is nagyon várunk egyébként színvonalas mérkőzéseket feltétlenül. Na hát menjünk tovább, Red Bulltól érdeklődnék, hogy a legszínvonalasabb meccsnek melyik találkozót várta, illetve melyik találkozó lett szerinte a legszínvonalasabb meccs. Érzik a szívem, de szerintem a Ferencvárosnak a mérkőzését kell, hogy mondjam, mert néztem ugyan, nem teljesen végig, de azok a megoldások, meg ahogy a gólokat rúgták, szerintem magasan most ez volt a legszínvonalasabb meccs, legalábbis én szerintem, az én szubjektív véleményem alapján a hétvégén. Bár mondjuk én azért egy kicsit csalódtam a Győrben, mert azt hittem, hogy Bilca legalább össze tudja annyira őket kapni, hogy egy döntetlen megcsíphetnek a Roma arénába. Hát sajnos most ez nem jött össze Győrnek. Hát a meccset mondom, nem tudom, hogy ezzel hogy vagytok. Nagyon úgy látszik egyébként, hogy a Fradi idén abszolút esélyes a dobogóra, még nem lehet tudni, hogy a második vagy a harmadik fokára, de mindenképpen ott lesznek, mondjuk a bajnoki cím azt hagyjuk inkább az esetükben. Viszont a Győr az jövőre lesz jó csapat, tehát ez most egy építkezős tavasz, Miliuca próbálgat, kísérletezik, és ennek emiatt is lehet az, hogy nem győzelmi esélyekkel indultak a Fradi pályára, bár azért 45 percen át elég jól tartották magukat, később aztán futószalagon jöttek persze a Fradi helyzetek. A Győrrel kapcsolatban annyit mindenképpen azért megjegyeznék, hogy a kapujukat most Pogacsis Krisztián védte, előző héten pedig Kamenár, és egyik kapus sem mondhatni, hogy hatalmas bravúrokat mutatott be, sőt, most ugye Pogacsis Krisztián egyenesen bevédte Lamach 47. perces kapura tett labdáját a saját kapujába, előző héten pedig Kamenár kapott 2 olyan gólt egy-egy lövésből, ami azért valljuk be, hogy védhető kategória, tehát egy jobb
védelemmel, egy jobb kapussal, én azt gondolom, hogy egy sokkal inkább meg tudná szorongatni az élen állókat is, de azt is hozzá kell tennem, hogy ha úgy játszana most a Loki, ahogy a Fradi teszi meccsről meccsre is, hétről hétre, akkor nagyon boldog ember lennék. Azért én a Fraditól várni fogok egy nagyobb fajta visszaesés itt a szezon folyamán. Egyrészt nem lehet végigvinni úgy egy szezont, hogy gyakorlatilag a 8-9. fordulótól kezdve zsinórba hozzák a meccseiket, botlás nélkül. Másrészt ne feledjük, hogy a Fradi az egyik olyan csapat, amelyik három fronton is állva van jelenleg. Tehát ugye van egy ligakupa, van egy magyar kupa, plusz a bajnokság, és azért Doll eddig annyira nem forgatta a csapatát, nem egy olyan játékosa volt most a Győr elleni bajnokin, akinek egy héten belül már a harmadik tétmeccse volt, tehát azért előbb-utóbb rotálnia kell, ami pedig azt fogja maga után vonni, hogy becsúszhatnak a váratlan eredmények. Jó, hát menjünk tovább akkor a következőre, és akkor most Juve fan ismét hozzád fordulok. Szerinted melyik mérkőzés volt a legnagyobb papírforma diadal, vagy papírforma döntetlen? Hát ez egyértelműen a Videoton mérkőzése volt, ugye előzetesen is azt vártuk, hogy a Vidi a kevés hazai meccsei közül, amit játszik a tavasszal, ugye az most az egyik. Mindenképpen hoznia kell a kiesés ellen harcoló Nyíregyháza ellen, és hogyha nehezen is érvényesítették ezt a papírformát, ugye körülbelül 44 percig nagyon jól játszott a Nyíregyháza, elég jól zártan védekeztek, és egy, hát egy tipikus ilyen pekhes gól, ami ugye ilyenkor lenni szokott, hogy a nehezét megoldják, és egy ilyen szerencsétlen góllal megpecsételődik a sorsuk. Ugye ehhez még jött a második fél elején az a kiállítás, amivel végleg eldőlt minden, utána már könnyedén berúgott még kettőt a Vidés, onnantól már tükörsima volt a meccs. Lukász, téged mennyire érintettek azok a cikkek, különböző média megjelenések, amik ismét Nikolicsot az égbe emelik. Szerinted megérdemelte az, hogy ő így már a 18. góljával ennyire népszerűsítve van a különböző országos médiák, az országos média által? Hát bevallom őszintén, engem egy ilyen se talált meg, egy ilyen média híresztelés sem, viszont ha valakinek a 19. fordulóban 18 gólja van, az azért megérdemel valaki, egy kis Rivalda fényt, valljuk be, mert például Koulibaly, a kétszeres magyar gólkirály, egyszer sem ment 20 gól fölé a 30 meccsen, és már akkor is zengett tőle a sajtó, egyébként nem érdemtelenül, de Nikolić aztán szerintem nem túlzás. Ez már majdnem válogatott forma, hogyha lennének passzai meg labdaérintései a dárdai csapatban, akkor akár erőssége is lehetne a válogatottunknak. De... hú... igen, csak azért is kérdeztem közben ezt, mert most is egyébként egy 11-esből talált be, ez a harmadik gól volt, tehát már akkor nem igazán osztott szorzott ez a találkozóhoz, és több 11-es gólja volt még, és általában olyan csapatok ellen rúgdosta a gólokat, akik azért jóval inkább a tabella alsó felén tartózkodnak. Ez ugye azért nem feltétlen helytálló, mert szinte minden mérkőzésen betalált, amelyiken pályára lépett, ugye ellenünk nem játszott, ott értelemszerűen nem rúgott gólt, meg talán a következő fordulóban volt egy meccsük, amikor csak csereként állt be szintén a sérülése miatt, és azt mondtam, még ott nem talált be. Tehát azért nem lehet azt mondani, hogy csak kis csapatoknak rúgna gólokat, mint ahogy az se, hogy csak 11-esből rúgott, vagy csak olyan gólt rúg, ami már mondjuk 2-3 gólos. Persze, nem is ezt mondtam. Tehát ne vegyük az érdemeit. Azért kérdezem, hogy ti mit gondoltok az érdemeiről, tehát valóban túlnőtte az NB1-et, vagy ez csak most így alakult? Egyértelmű, hogy túlnőtte az NB1-et, viszont szerintem tipikusan az a futbolista, aki, hogyha egy komolyabb bajnokságba kerülne, ott nem állná meg a helyét. Tehát most lehet itt mondani, hogy Hollandia, Anglia, Németország, szerintem egyik bajnokságba se állná meg a helyét, ez az ő szintje. Esetleg egy fokkal erősebb bajnokságban, mondjuk egy lengyel bajnokságban tudnám őt elképzelni, de egyébként nem egy olyan nagy játékos ő, mint ahogy azt a számaratai mutatják szerintem. Így van, a Davidibe illeszkedik bele tökéletesen, tehát ő ott most a jó, mint nálunk Koulibaly. Mondjuk azért Lenzben ő se váltotta meg a világot, bár néha azért betalál egyszer-kétszer. A másodosztályban azért voltak jó meccsei. Az első osztályban már annyira nem. Hát igen. Hát akkor ez volt, meg is kérdezném, hogy ő is hozzászóljon ez a Nikolić témához, ha választanod kellene Nikolić vagy Koulibaly?
Koulibaly már idősebb, ezért inkább Nikolicot mondanám, bár azért Koulibalynak a képességei sem szeretném elvitatni, de hasonlóképpen én is azt mondom, hogy Nikolic az csak itt a magyar bajnokságban tudna brillírozni, esetleg egy fokkal feljebb, ahogy fogalmazott Juve-fan, ott még el tudnám képzelni, de az a baj, hogy hiába itt a magyar bajnokságban itt eléggé gólveszélyes és eléggé kíméletlen mesterlövésznek tartják, de a válogatottban szerintem nem igazán lesznek momentumai, bár ne legyen igazam. Tehát én nekem ez a véleményem. Annyit tennék hozzá, egyébként köszönöm a véleményeteket, annyit tennék hozzá a Fehérvár Nyíregyháza mérkőzéshez, hogy engem nem igazán győzött meg ezen a mérkőzésen a videóton arról, hogy valóban egy bajnok csapatnak láttuk a találkozóját, vagy hát egy várományos bajnok csapatról, hogy így fogalmazzak. De behúzták ezt is, ismét övék a három pont, azért egyre messzebb kerülnek az őket üldözőktől. És bejött a Handy H, ahogy jósoltuk. Kértem is vele egy kis pénzt. Na hát lépjünk tovább a következő találkozóra, mert ugye négyen túl vagyunk, jöjjön még négy újabb jelzős szerkezet egy-egy találkozóra. Melyik volt Red Boy szerinted a legtöbb fordulatot hozó mérkőzés? Diós Győr kecskeméti vendégjátékát mondanám, mert szerintem arra senki sem számított, hogy a végén bár hiába jó formában van a Kecskemét, és elég jól mennek még most tavasszal, de arra szerintem nem sok mindenki számított volna, hát hogy a Diós Győr elvérzik egy olyan Kecskemét ellen, ahol végül is tehetséges játékosok vannak, de hogyha ha megnézitek például a Diós Győrnek a csapat összetételét, akkor végül is hát magasan jobb, meg értékesebb a diósgyőri csapat, de hát ezek szerint ezen a napon, nem a ezen a napon nem a becsült értékek fociztak a pályán, hanem a Kecskemét, akik abszolút jó taktikával álltak ki, és hát nyilván van a szerencsével sem álltak halidában, én szerintem. Szerintetek? Kecskeméten szerintem senki nem mert biztosra idegenbe, tehát Kecskeméten. Ugye mi is tapasztaltuk ezt, évekig nem tudtunk ott győzni, meg még pontot se szerezni, meg még gólt rúgni se. Ez ugye nem régiben tört meg egy pár éve, azt hiszem a veretlen évünkben, mikor nyertünk ott. Ugye videóton se tudott ott idényen, tehát onnan nem könnyű még egy ponttal se távozni, nem hogy hárommal. Úgyhogy engem igazából nem lepett meg ez a Kecskemét győzelem, bár én ugye úgy harangoztam be az előző adásban, hogy országos döntetlen lesz ez a mérkőzés, és ugye erre meg is volt a szansa a Diós Győrnek, hogyha berúgják azt a 11-est, vagy mondjuk a Kecskemét nem talál egy gólt a második félidőbe, de hát talált, ugye emberelőnyben értékesítette az előnyös helyzetét, úgyhogy én mégis nem mondanám meglepő eredménynek, ráadásul ugye tudjuk, hogy a Diós Győr gondokkal küzd, erre ugye Szivics is felhívta a klubvezetés figyelmét a meccs utáni interjújában, ugye nincs belső védőjük, ezt is ugye kitárgyaltuk az előző adásban, hogy nem biztos, hogy jól igazoltak a télen, úgyhogy úgy tűnik, hogy a Diós Győr beragadt a rajtnál egy picit, és nehéz helyzetbe került a dobogós harcért. Kecskemét viszont jön előbbre szépen lassan, akik egyébként ezzel már fölkúztak a 8. helyre 28 pontra, és a Diós Győr viszont lejjebb jött 33 ponton maradt, így az 5. helyen zárták a 19. fordulót. A Diós Győri vendégjáték után most egy másik helyre utazzunk. A legnagyobb téttel rendelkező meccs szerinted melyik volt ez, Lukasz? Hát most érdekes lesz, amit mondok, mert szerintem a Pécs-Dunaui, ja nem, a Pécs-haladás volt az, ami egy szintén egy kiesési rangadó volt. Mondhatnám ugyanennyi erővel a Pápa-Dunaui-város, de az már elvitt egy címet, és a Pécs-hali azért sokkal színvonalasabb volt, mondhatjuk azt, és
Számomra meglepő volt, hogy a Pécs, aki azért az átigazolási szezonban kevésbé volt aktív, mint a Haladás, mégis talán céltudatosabban igazolt, és Robert Járni az új futballistáival képes maradandót alkotni egyelőre, úgy tűnik. Tehát egy Szászlónak is egy a vége, hogy a Pécs összekapta magát, és kezdenek el távolodni. A Haladásnak pedig szintén létfontosságú lett volna a meccs, mert bár az előző meccsen csak x-elni tudtak otthon, igaz, hogy a Diósgyőr volt az ellenfél, előbb-utóbb, és inkább előbb, mint utóbb el kellene kezdeni már a pontgyűjtögetést, hogyha tényleg benne akarnak maradni. Én annyival egészíteném ki az elhangzottakat, hogy szerintem a Haladás ugye elrontotta az átigazolási időszakot, túl sok külföldit igazoltak, és ugye nem is játszatják még egyelőre őket, tehát hiába igazoltak 6-7 új embert, még egyelőre csak 1-2 dobnak be a mély vízbe, tehát gyakorlatilag az őszi kerettel és a fiatalokkal próbálják felvenni a harcot. A Pécs meg ugye, ahogy mondtad is, céltudatosabban igazolt. Az edző kénye szerint jöttek azok a játékosok, akiket úgy érzett, hogy segítségük lesznek, és eddig úgy tűnik, hogy be is válik a terv, hiszen ugye 2 meccs, 2 győzelem. Ebből az egyik ez ugye nagyon fontos volt most a Hali ellen. Úgyhogy én úgy érzem, hogy a Pécs ezzel ki is tudja majd harcolni a bennmaradás, bár még azért hosszú a vége. A vége, de én is úgy érzem, hogy ez a Pécs lélektanilag nagyon erős jelen pillanatban, és megjöttek most már nekik azok a sikerek, amikkel azért végig tudják majd küzdeni pozitív végkimenet ellen ezt a bajnoki évet. Szerintem nem lesz, most azt mondom, jelen pillanatban szerintem nem lesz kieső a Pécs, bár ugye én voltam az egyedül, aki még augusztusban, júliusban úgy harangoztam be, hogy a Pécset én kieső helyre várom. Nagyon megerősödtek. Hát ha nem is nagyon, de eléggé mindenképpen. Ahhoz, ahogy hátul vannak, én úgy gondolom, hogy nagyon, hogy ez mennyire lesz elegendő, persze ez jó kérdés lesz, és erre majd a maradék 10-11 találkozó nyújt igazi betekintést, ahogy azért emlékezzünk rá, hogy minket is ugye megvertek 1-0-ra sajnos, erre nem jó mondjuk emlékezni, viszont kettő utána nőra, megint volt egy... 2-0-ra. Hát már akkor én nem is néztem a meccset, lehet. Szóval 2-0-ra megvertek. És lemaradtál pölőgóljáról. Hát az volt a nagy szégyen már, azt tényleg. Tehát 2-0-ra ugye megvertek minket, de utána megint jött nekik egy hullámvölgy, tehát nem lehet tudni, hogy nem megkerülnek szintén ilyen hullámvölgybe. És akkor még mielőtt a DVSC meccsére rátérnénk, Juvefan, tiéd a megtiszteltetést, hogy kicsit bemutasd nekünk a legkevésbé hangulatos találkozót. Hú, hát most meglepőt fogok mondani. Érezzétek az iróniát, Honvéd MTK meccs, ugye akár fordított leosztásba is lehetett volna, tehát MTK Honvéd meccs, egyrészt ugyanaz a stadion, másrészt körülbelül ugyanannyi szurkoló lett volna, mint jelen esetben, bár ugye a Honvédtól azért, vagy a Honvédról tudjuk, hogy azért van szurkoló tábora, csak ugye van egy olyan klubtulajdonos, aki úgymond ellehetetleníti ezt a réteget, meg elveszi a kedvüket a meccsre járástól, tehát egy végtelenül hangulattalan is úgymond unalmas meccs volt ez, bár mondjuk unalmasnak nem mondanám olyan szempontból, hogy ugye a második fél időben volt egy kis fordulat, hasonlóan a Paks-Puskás meccshez, ugye az MTK kiállítása után, mint hogyha még ők kerültek volna előnybe, rúgták egyből a gólt, majd még egyet rárúgtak ezzel, eldöntve ugye a meccset, hát a Honvéd az pedig egyre kilátástalanabb helyzetbe kerül, abszolút semmi tudatosságot nem véltem felfedezni a téli ténykedésükbe, egyrészt azt, hogy a felkészülés kellős közepén ugye edzőt váltottak, másrészt azt, hogy több... Pontosan ki lett az edző, adoltak. Az is vicces. Hát ugye Márkó Rossi azzal nincs annyira gond, mert ugye volt neki ott sikeres időszaka. Az más kérdés, hogy nem biztos, hogy most kellett volna őt visszahívni, de mondom, itt inkább ez az átigazolási ténykedés volt számomra meglepő, hogy egy tucatnyi légiós hoztak, és ezek is ugye keveset játszhatnak. Úgyhogy lehet, hogy a Honvéd az a kiesés szélére fog sodróni, sőt már ugye oda sodródott, de majd egy-két fordulón belül lehet, hogy a kieső helyek egyikén találják magukat, onnan pedig már nehéz lesz kikecvaregni. Amúgy amiatt egyébként nagyon sajnálom őket, viszont a jelenlegi és az elmúlt évekbeli ténykedésük alapján abszolút nem bánkódnék azon, hogyha a Honvéd lenne a kieső. Pedig nem lenne szabad egyébként, hogy egy NB1-ben mondjuk egy Honvéd ne legyen az NB1 mezőnyének tagja. Hát régen a Vasas nélkül se tudtuk elképzelni az NB1-et, aztán látjuk.
Igen, változnak az idők. Vasasnak is illene ilyen szempontból visszatérnie, izgalmas dolgokat De hozna egyébként egy biztos picit. sokra térni szerintem, minden jel arra mutat, elég erős kettő van. Igen. Na és akkor beharangozom én az utolsót, bár Lukasz adta ezt a megtisztelő címet a debreceni Újpest összecsapásnak, aminek a jelzője így hangzik, a legtöbb kihagyott lehetőség meccse. Miért gondoltad ezt róla, Lukasz? Hát ha azon kívül, hogy elég sok helyzet maradt ki, főleg Tisza lehetőségeire, meg a végén Brükovics nagy helyzetére gondolok. Szóval meg a két újpesti kontrára. Igen, a vendégek helyzeteiről nem is beszélve. Azon kívül megint itt volt egy mérkőzés, amikor nagyon viszonylag sokan jöttek ki, körülbelül 5000 embert 5000 embert vártam, és 5014 is volt a hivatalos nézőszám. Tehát mondhatjuk, hogy nagyon sok néző jött ki, a szokásosnak a duplája, és ilyenkor a legrosszabb talán egy 0-0, mert egyrészt a gólt nem lát a közönség, és hiába gazdagodunk végül egy ponttal, olyan, mintha kikapnánk, olyan rosszak az érzések. Ilyenkor a lelátón a károgás is felerősödik, ami nem jó élmény, esetleg a sok kisgyerekes családnak, mert azért sokan kihozták a feleséget, asszony, gyermeket, mivel nekik ingyen volt, legalább a nőknek. Igen, a tehát a nőnap alkalmából ugye hozzá kell tenni, hogy a hölgyek azok ingyen tekinthették meg a találkozót, amit ezúttal is köszönünk a klubnak, mert hát ezzel is népszerűsítik a csapatot, meg a meccsre járást. De ahogy mondtad is, egy 0-0-ás döntetlen a legrosszabb döntetlen. Tehát inkább lett volna egy gólgazdag 3-3, ahol lehet bosszankodni, de lehet örülni. Ugyanúgy egy pontot ér, de valahogy mégis az emberben mélyebb nyomot ki. Képes hagyni. Egy 0-0 nagyon, nagyon minimális nyomot hagy az emberben azért. És ugye a 0-0-ás meccsnek is van az a fajtája, ami élvezhető, és sok helyzetet hoz, és pörög a meccs, és színvonalas, hát ez nem az volt. Nem az volt, bár annyira szerintem nem volt szörnyű, ugye én írtam az összefoglalót is, látszódott néhány 15 perces szakaszban a mérkőzésnek szerintem, amikor uraltuk a találkozót, amikor be lehetett volna gyötörni egy-két gólt az ellenfél kapujába, de helyzet nélkül nem lesz gól, meg kapura lövés nélkül nem lesz gól, így hiába törtük át a védelmüket, nem mentünk vele sokra, sőt, a végén még örülhettünk, hogy nem kaptunk ki. Igen, tehát játszottunk már rosszabb meccset ennél. Csak, ahogy te is mondtad, ha már döntetlen, akkor lett volna minimum 1-1 vagy 2-2. És akkor mondhattuk volna azt, meg mondhatta volna azt a hivatalos honlap, hogy ez tényleg egy színvonalas, izgalmas meccs volt, bár egy óra után átcserélték ugye a kiírást a Facebook posztjuknál a kommentek miatt. Én annyira nem értek veletek egyet, legalábbis Csibóval, hogy ez nem volt egy olyan rossz meccs, szerintem borzalmasan gyenge meccs. Színvonalára is, minőségére is, és abszolút egy nem volt izgalmas meccs, tehát hiába írta ezt a honlap, egyáltalán nem volt izgalmas meccs. Szerintem nagyon gyenge meccs volt, és nagyon rosszul játszott mindkét csapat, de ugye főleg a mieinktől nem ezt szoktuk meg, hogy ilyen gyengén játszunk. Igen, azt beszéltük is, hogy a stadion két oldalán ülünk, aztán így igen, máshogy látjuk a találkozót. Teljesen máshogy látjuk, és ugye máshogy is pontoztuk volna ezt a meccset, hogyha én írtam volna az összefoglalót, én teljesen máshogy pontoztam volna, ezt ugye le is írtam a kommentek közt, hogy én 5-ös-6-osnál nem adtam volna jobbat senkinek, mert nem nyújtott senki jó produkciót, ugye megfelelő produkciót láthattunk, talán ugye Mátét lehet dicsérni, plusz Jovanovicsot és Buadlát, meg esetleg Brükovicsot, bár ugye neki az a kihagyott helyzet ott a végén kicsit árnyalja a képet, úgyhogy én nem vagyok megelégedve a látottakkal, és nagyon lelombozott ez, amit láttam, és nem csak engem, hanem több szurkolótársamat is. Egy dologban viszont egyetértettünk, az pedig egy elég kellemetlen dolog, de hát erről is be kell számolni, nem csak a jó teljesítményekről, az nem más pedig, mint Kulcsár és Szakály. Velük mi a helyzet? Hát mi a helyzet? Nagyon röviden annyi, hogy feltétel nélkül élvezik a szakmai stáb bizalmát, pedig egy légiós ilyenkor már háromszor kegyvesztett lett volna, ha ilyen teljesítményt nyújt, és ezt egyelőre nem tudják meghálálni. Tehát nem csak az, hogy meghálálni, hát itt nem csak a meghálálás. Hát akkor élni a lehetőség. Hanem
Tehát most már ott járunk, sajnos ezt kell mondjam, már ott járunk, az az érzésem, hogy kevesebben vagyunk általuk a pályán, hanem még rontják is a játékunkat. Tehát még hogyha nem is lenne fönn a pályán, akkor is már jobban játszanánk, ha csak tizen lennénk. Én Szakálytól ilyen gyenge produkciót lehet, hogy még nem láttam, mióta Debrecenben játszik, bár azért volt egy Zalaegerszeg elleni meccse, amikor az első fél idő vége fele le is cseréltek Ondással, mert annyira botrányosan szarul játszott. Ez ugye a veretlen évünkben volt, mikor a fél időben 2-0-ra égtünk itthon a csont utolsó nyeretlen zetétől. Hát ez a produkció most hasonló volt, amit tőle láthattunk. Az, amit ő nyújtott ott a középpálya közepén, az valami picskanyitogatóan szánalmas szar volt. Már most bocsánat, hogy így fejezem ki magam, de nagyon mérgesek voltunk rá ott, amilyen megoldásokat nyújtott. Ugye nem egy kontrát indított abból az Újpest, hogy flegma módon eladta a labdát. A párharcoknál látványosan nem tette oda magát, nem lépett oda, éppen hogy csak oda maszatolt egy picit, oda tette a lábát így, hogy úgy tűnjön, hogy hát ő megpróbált labdát szerezni, de közben ugye nem törte meg magát, hogy megszerezze. Úgyhogy én nagyon mérges voltam rá, meg nem csak én, hanem rengeteg szurkoló ott. Annyi lehet maximum a védelmében egyébként, hogy talán most életében először játszott védekező középpályást, de hát tudjuk jól, ismeri a stáb az ő erősségeit, gyengéit, hogyha tudják, hogy a védekezése nem kiváló, akkor nem őt kell betenni, hanem akkor... Én egyébként nem értettem ezt a koncepciót, hogy miért Szakály játszik mélyebben, hiszen Buadláról köztük. Pontosan, erre számítottunk. Nagyon munkavírású, jobban védekező középpás, és én is ugye arra gondoltam, hogy majd ő fog egy picit visszajátszani, hát ehhez képest pont... Látványosan fordítva volt, igen. Igen, látványosan fordítva volt, és Szakály, amikor ment volna egyébként a saját helyére, amit megszokott, olyankor annyira átjátszható lett rögtön a középpályánk, hogy egyből jöttek a kontrák és veszélyes támadások, de hát végül nem kaptunk egyikből sem gólt. Ami ugye nem feltétlen mindig rajtunk múlott, de... Igen, igen, igen. Red Boy, te hogy láttad egyébként a... Hát én a két játékos kapcsán azért egy kicsit védelembe venném Szakályt, hogy hát, amit az előbb mondhatok, hogy abszolút nem a megfelelő posztján játszott, de azért egyfelől azért nincsen mentség arra a teljesítményre, amit a pályán mutatott, mert az valóban tényleg értékeltetlen volt, és volt két olyan megoldása az első fél időben, amikor, vagy igen, az első fél időben, amikor a Bakija után Szúgyics megiramodott, és hát csak a jóisten mentett meg minket a góltól, mert mellé passzolta, és a második fél időben pedig akkor Bárdinak adott egy paszt, és hát mindegy, szóval akkor igencsak borotva élen táncoltunk, de viszont én Szakályn túl azért még kiemelném azt, hogy egyszerűen én fogalmam sincs, hogy Kulcsár mivel érdemli ki azt, hát hogy mindig a kezdőcsapatban van, ugyanis folyamatosan lesre futogat, és szerintem lehet, hogy és még azon felül Tiszával sem értette meg jól magát, és egyszerűen azt nem értettem, amikor volt a Bódinak a szabadrugása, és lecsorgott a labda, ott egyszerűen mint valami őrült, csak egyszerűen elrúgta. Mint hogyha már kényszerre lett volna elrúgni, sokkal okosabb lett volna például egy második szándékot esetleg megjátszani, hogy akkor a bevetődő védő elszállja. Jó, persze itt most könnyű okoskodnom, és akkor lehet, hogy talán nagyobb szansa lett volna arra, hogy legalább a kaput is elérje a lövése. És szerintem akár ezen a ponton akár érdemes lenne az edzői stábnak elgondolkodni, hogy egy Balogh Norbi, vagy egy Belecki Dani, vagy egy Sós Bence lehet, hogy többet tenne le ilyen helyzetben, mert egyszerűen úgy érzem, hogy Szakály meg Kulcsár hiába jó játékosok, de most fejben nagyon hát gyengék, nincsenek jó formában. Igen, eléggé gyengék, és jól lakottnak jellemezném őket jelenleg, és egyszerűen dühítő, hogy még mindig élvezi a stáb bizalmát. Jó, persze lehet, hogy Szidiben sérülés okán van ez, de azt nekem senki nem mondja, hogy nem lehetne például behozni egy Balogh Norbit, ne 10 perc, hanem akkor legalább fél óra szerintem annak a srácnak igencsak járna, mert 10 perc alatt semmit sem tudod csinálni. El tudod két labdát fejelni, azt csókolom. Na igen, egyébként ezért is adtuk többek között ezt a címet neki, hogy a legtöbb kihagyott lehetőség meccse, mert ismét kihagytunk egy olyan lehetőséget, ahol voltak sérültjeink, voltak hiányzóink, és nem tettünk be fiatal játékos semmilyen pozícióba, semmilyen posztra. Balogh Norbi megint kapott 10 percet, én már elneveztem Balogh 10 perc Norbertnek szegényt.
Ami nem az ő hibája. Ami nem az ő hibája, igen, ezért mondtam, hogy szegényt. És kapott 10 percet úgy, hogy ma kijöttek az instat eredmények, ami ugye a játékosok meccs közbeni statisztikájával foglalkozik, méri a passzolást, a helyezkedést, a jó megmozdulásokat, rossz megmozdulásokat, és ezek alapján rangsort készít, illetve pontozza a játékosokat. Elég bonyolult és összetett rendszer, de hát erről a honlapon, a Loki blogon már olvashattatok többször is. És azon a 10 perc játék alatt 166 pontja volt. 166 pontja volt Balogh Norbinak, még Kulcsárnak talán 151 vagy 150, 154. Valahogy így, tehát 10 perc alatt megelőzte pontszámban. Jó, csak ugye ezt ugye pont abból adódik, hogy ugye 10 perc alatt nehezebb úgymond lerontani a pontszámot, mint ugye 90 perc alatt, vagy nem tudom mennyit játszott Kulcsár, 80 percet, meg ugye helyette jött Balogh. De azért ezt tegyük hozzá, hogy tehát azért több játékperc alatt értelemszerűen több hibát vét az ember, ami azért lejjebb viheti a pontszámot. Ezzel nem Kulcsárt védem természetesen, csak azért ez a 10 perc alatti 160 pont azért messze menő következtetés még nem jelent. Abszolút nem jelent, de ott van például Bódi esete is, aki 150 pontot kapott talán, és ő 30 percet játszott, és ő is cserejátékos volt, tehát Bódival már izgalmasabb ilyen szempontból összehasonlítani. És valóban igazad van, 10 perc alatt nem lehet olyan sok negatív dolgot csinálni, de ettől függetlenül, aki nézte a meccset, az szerintem egyetért velem abban, hogy abban a 10 percben Balogh Norbi többet tett hozzá a játékhoz, mint 80 perc alatt, vagy hát összesen 90 perc alatt. Igen, és mindegy, hogy hogyan szaporítjuk a szót, az a 100 szónak is egy a vége, mégpedig az, hogy Kulcsár már eljutott egy olyan szintre, hogy mindegy lenne, hogy ki játszik helyette, mert ennél nem lehet rosszabbul játszani egyszerűen. Játszhatnék akár én, akár Juve fan, vagy akár legvégső esetben mondjuk az U20-as válogatott Balogh Norbert. Vagy akár Berecki Dániel. Vagy U20-as. A szintén U20-as Berecki Dani. Tehát mindenképpen fiatalítani kellene, majd hát ismét majd elválik az ugye nyáron, meg nyárik, hogy a stáb marad-e, és a játékosok maradnak-e, vagy más tervezünk velük. Én nagyon remélem, hogy nem herdáljuk el ezeket a fiatal tehetségeket, mert sokkal több akarást látok az ő szemükben, mint a már idősödő régi jó Loki játékosaink szemében, akiket továbbra is egyébként ugyanúgy tisztelünk és becsülünk. Ez lett volna a 8 találkozónak az ismertetője, a visszaemlékezésre, visszatekintésre. Én elkezdenék egy újabb kis hagyományt bevezetni itt a körünkben, hiszen már azért elég régóta készítünk podcast adásokat ahhoz, hogy közösen mindannyiunk szavazzon a két következő kérdésre, és szeretném, hogyha ezek a kérdések minden hétvége után elhangoznának. Szerintetek melyik csapat volt a hétvége csapata? Illetve melyik játékos volt a hétvége legjobb játékosa? Lehet rajta gondolkozni nyugodtan, mindenkitől várok egy csapatnevet, illetve egy játékost. Amíg gondolkoztak rajta, addig én egyébként el is mondom, hogy én a sajnos egy ősi túlságosan kedvelt rivális fogok a legjobb csapatnak megnevezni. Szerintem másra gondolunk. A Ferencváros. Ugyanis a Győrt legyőzni és úgy legyőzni, ahogy legyőzték, az mindenképpen tapsot érdemel. Na, akkor hát, mondok. Na. Én a Paksot mondom a legjobb csapatnak, vagyis hogy a legmeggyőzőbbnek ezen a hétvégén. Ugye hatalmas tett volt, ahogy már kiemeltem, hogy ember hátrányba vesztes helyzetből fordítani tudtak, és a legjobb játékos is tőlük nevezném, meg ugye Barta Lászlót, aki a két góljával megnyerte ezt a meccset a Paksnak, és már 8 góljával a góllövő lista a második helyén áll, középpályás lét. Én is Barta Lászlót nevezném meg mindenképpen a legjobb, a hétvég legjobb labdarúgójának. Én ugye a Ferencváros mondtam, sajnos, mert talán nincs ember, aki nálam jobban utálja őket, itt Debrecenben legalábbis, viszont játékosban egy újat mondok nekem, Máté Péter volt az a hétvége MVP-je, mert ilyen jól még soha nem láttam focizni, és talán mióta Brükovics itt játszik, először volt nála jobb. De persze, és Brükovics sem volt rossz, tehát ez így nagy szó. Ezért én Máté Pétert mondom. Red Boy, dönts te végig. Én is sajnálatos módon, már nagyon nem szeretem őket, a Ferencváros mondanám, és hát
játékosból viszont egy ugyancsak zöld játékos, de a Paks játékosát Bartát, mivel hős tettek el ahhoz, hogy az atomvárosiak hősies győzelmet arassanak. Na hát akkor köszönöm nektek, ilyen formán a Ferencváros és Barta László képviselik ezt a két címet, majd kírjuk a podcast mellé, hogy látható legyen, és akkor végül is térjünk vissza a megszokott menetrendbe, nézzük meg, hogy milyen találkozók lesznek a 20. fordulóban egy hét múlva az NB1-ben. Pénteken rendezik majd a Diósgyőr Pécs találkozót, Lukás mit vársz a mérkőzéstől? Nyer végre a Diósgyőr, kimászik a gödörből, vagy folytatja a Pécs a jó sorozatát? Hát illene nyerni a Diósgyőrnek, különösen otthon, de így, hogy a Pécs most egy igen jó sorozatban van, a Diósgyőr pedig egy kevésbé jóba, ezért bármi megtörténhet, azt mondom. Már bármikor, máskor mondjuk ősszel sima hazait mondtam volna, de most nem vagyok benne biztos. Lehetséges, hogy akár X2. Én is egyetértek, benne van a meglepetés ebben a meccsben, főleg, hogy nem lesz gyakorlatilag védője a Diósgyőrnek. Bármi meg lehet tényleg, én nem mondanám egyértelmű hazaira. Én is hozzátennék egyébként ehhez, mert érdekel majd ez a találkozó is a többi mellett. Szerintem vagy a Diósgyőr alatt egy nagyon kiütéses győzelmet, és végre ezzel kijönnek a gödörből, vagy döntetlen lesz, és esetleg akár a Pécs több pontot is hazavisz. Aztán jön az MTK Budapest videóton találkozó, Red Boy. Szerinted a első és a második helyezett nagy rangadóján milyen eredmény fog születni? Szerintem jó esély van egy döntetlenre, mert hát szerintem az MTK a úgymond effektív a hazai pályájának az előnyét kihasználhatja, és szerintem egy döntetlen mindenképp benne van a meccsbe, bár az is lehet, hogy a videóton folytatja a sorozatát, de inkább döntetlen mondanék, mert ez végülis, akár is nézzük, ez rangadónak számít. Én simán el tudom képzelni, hogy ezt a meccset megnyeri a Videóton, és gyakorlatilag ezzel biztosítja a bajnoki címét. Bár ugye nem kezdték jól a szezont, két nyögvenyelős meccsen vannak túl. Az MTK pedig eddig eléggé magabiztosnak tűnik, de talán most ez a nagy tét, ez most nem lesz az ő előnyükre, nem fog az ő előnyükre válni. Talán agyon nyomja őket, nem tudom. Ben, én azt érzem, hogy a Videóton nyer, de talán nincs a döntetlenre hajlok. Az a Vidinek is jó lenne. Szerintem. Nekünk viszont jobb lenne szerintem, hogyha a Videóton nyerni, hiszen azért köztünk már 13 pontnyi különbség van, befogni őket nem nagyon lehet, de amennyiben az MTK sorozatosan pontokat veszítene, úgy a Ferencváros és a DVSC is közelebb kerülhetne a hőnáhított ezüstéremhez. Én is azt mondom, hogy a Vidi most helyre teszi az MTK-t, és győz. Nehezen, de győz. Na, utána jön a Felcsút és a Budapest Honvéd találkozója, szerintem ezt nagyon-nagyon várjuk már. A szimpátia versenyt is rendezhetnénk. Pontosan. Én most itt azt érzem, hogy a hazaiak simán megnyerik ezt a mérkőzést. Mikor, ha nem most. Akadémia, igen, ezt a gyenge Honvédot meg fogják verni, és ezzel nehéz helyzetbe sorolják nagyon a Kispestet. Aztán jön egy Dunói Város Kecskemét találkozó. Az a jövő számára élethalál. Élethalál a Kecskemétnek pedig, hát bebizonyíthatják, hogy valóban a középmezőnyhöz tartozó csapat. Tehát szerintem a Dunói Várost kötelező megverniük, de nagyon-nagyon nehéz menet lesz. Szerintem ez egy tipikus országos X-be, bár a Kecskemét kicsit erősebb, most az életéért küzdő Dunaui Város otthon szerintem nem engedi meg, hogy egy pontnál többet elvigyenek innen a lila-fehére. Én pedig azt mondom, hogy hazai siker fog születni, most úgy érzem, hogy a Dunaui Város ezt a meccset megnyerheti, és meg is fogja nyerni. Aztán következik a belőlem a kis ördögöt kihozó Nyíregyháza Ferencváros, azért két ősi rivális összecsapásán csak kacagni lehet sok esetben, reméljük, hogy adnak is rá okot a Red Boy. Mit gondolsz erről a találkozóról? Végül is erről a találkozóról végül is ez valamilyen szinten azért pikáns lesz, főleg Mátyus személye miatt, mivel hogy ő volt pradijátékos volt, és szerintem ő szeretné bebizonyítani azért az edzői kvalitásait, és akár szerintem még talán a
az is benne van a meccsbe, hogy meglepi Ferencvárost, hiszen a pápa edzőjeként már sikerült egyszer neki, akkor a receptet végig is tudta, hát most szerintem annál a pápánál ez a Nyíregyház egy kicsit jobb keret, szerintem benne van akár még a meglepetés is, de nem szeretnék most tippelgetni, ugyanis most ilyen pillanatban még semmit sem érzek ezzel a meccsel kapcsolatban, csak azt, hogy a Nyíregyháza meglepetést okozhat. Szerintem lendületből behúzza ezt a meccset a Fradi, van egy ilyen rossz érzésem, mert ugye nem szurkolok nekik, de most úgy érzem, hogy ők ezt megnyerik, ezt a meccset. Lukás, szerinted nyerünk-e utána Szombathelyen? Na, hát erről a meccsről elég rossz érzéseim vannak most ezután. Bár Varga vissza fog érni, és ez a középpályánkat végre újra stabilizálja. Ami miatt majd kikerül Mihálics a kezdőből. Igen, mert Szakály az nem kerülhet ki, ha a fene-fené teszik, akkor se. Simán benne van, hogy ugyanúgy nem tudunk majd gólt lőni, mint az Újpestnek most a hétvégén, és emiatt görcsössé válunk. Aztán esetleg akár egy hosszabbításban bekaphatunk egy gólt. Például tavaly a legutóbbi Szombathely Lokin is ez volt, bár akkor épp Szakály 11-esével vezettünk 1-0-ra, de hát azon a meccsen is szenvedtünk. Egy kérdés, ugye Lázár még nem fog visszatérni, ez 99%, ismét Mészáros lesz a jobb hátvéd, és akkor elő Varga fog szűrni, szerintetek? Sajnos így lesz, tehát ábrándoztatunk itt arra, hogy majd Jovanovics ott hátraviszi Kondás ellenén, és bent hagyja Mihálicset a kezdőbe, vagy Bódit, nem így fog történni, hanem ismételten Mészáros fogja betenni, ami egyértelműen rossz megoldás, Mészáros nem szélsővédő, ezt már tavaly évvégén is láthattuk, amikor kényszerből ott játszott, és tegnap is láthattuk, hogy támadásban nem tudja azt hozni, amit egy szélső... Meg a Fradi ellen is láthattuk. Tehát Mészáros megoldja a jobb hátvéd pozíciót, hogyha nem nagyon gyors játékos jön ellene, akkor azért meg tudja oldani. A támadásban viszont láttuk tegnap is, hogy gyakorlatilag nem volt jó beívelése, hogyha olyan helyzetbe került. Hát meglátjuk, mi lesz. És várjátok, az ugye Radónak az oldala, Radó Bandinak az oldala. Hát ő váltogatja. Inkább középen játszik. Igen. Az jó lenne, ha inkább középen játszana, mert Radó aztán reggelire megeszi. Hallgassák a Szombathelyiek a beszélgetésünket, és akkor ennek kapcsán rögtön beteszik a oldalára. Hát nem hiszem, hogy emiatt. Igen, maguktól is eszükbe kéne jutnia. Én egyébként viszont a meccsel kapcsolatban még azt mondanám, hogy jobban örültem volna, hogyha a Szombathely legalább Excel a Pécsel, mert így viszont abszolút nagyon ránk fogják magukat. Papa is, hogy a Szombathely nagyon fog készülni ránk, és nekik szerintem ez így ilyen hát azt nem mondom, hogy kényszerből, de ők most már rá vannak kényszerítve, hogy pontokat szerezzenek, és hát benne van akár még a paktiba, hogy megégünk Szombathelyen, tehát én egy kicsit az élettől a szombathelyi kirándulást vagy azért tartok. Én megmondom, hogy szintén ennyire nem félek le, de azért ennél több kell, amit most láttunk hétvégén. Aztán jön egy Újpest-Paks találkozó, majd pedig egy Győr-Pápa. Mit gondoltak erről a kettőről? Az Újpest szerintem most meg fogja szerezni a 3 pontot. A Paks ellen? Igen. Amely még mindig nem tud visszazuhanni, mindig beharangozunk, hogy nem majd most visszabesik, de még mindig itt van, 6 pontra a dobogótól. Talán ez lesz az a meccs, amikor mind a két csapat számára fordul a kocka, ugye az Újpest átmegy egy pozitív mérlegbe, a Paks pedig egy negatívba, de ugye tudjuk, hogy a Paks azért az Újpestnek nagy mumusa évek óta, tehát még itt is lehet bármi. Még lehet, hogy ez is döntetlen lesz egy unatkozóról. Hát nemrég még 6-0 volt, ne feledd, a Paksnak. Olyan? Persze, lázok. Na, aztán pedig a Győr szerintem simán behúzza a Pápát, tehát az országos egyes, és ez szerintem jót is fog tenni a Győrnek egy ilyen győzelem. Már nagyon, nagyon érik nekik, hogy sok-sok ponttal távozzanak végre egy találkozót követően.
De hát... Hárommal többen nem tudnak távozni, Hát akár mint hárommal akarnak, nem, de igen. hát az is már több pont, mint mondjuk, amit most szereztek ebben a fordulóban. Hát akárhogy is, most itt ezzel a kis esélylatolgatással azért bármi lehetséges, attól függetlenül, hogy mi mit mondtunk. Reméljük azért izgalmas találkozók lesznek, és emlékezetes találkozók lesznek, és hát reméljük, hogy a Debrecen is ránk cáfol, és Szakály Peti is, és Kulcsár Tamás is a élete legjobbjával jelentkezik, és elemossuk a pályáról a haladást. És aztán felébredt a szép álmaid. Vagy kikapcsolod a PlayStation-t. Igen. Reménykedni lehet, szabad. Én azt gondolom, hogy ha bármit is akarunk, azért le kell győzni a haladást. Sőt, kötelező. És ezért fogunk ugye szurkolni, és utána is majd jelentkezünk szokás szerint beharangozóval előtte, utána összefoglalóval, valamint a újabb podcast adásunkkal. Hétközben lesznek további cikkeink, ezeket figyeljétek, figyeljétek a Facebook oldalunkat is, hiszen azért próbálunk mindig napra készek lenni, és pontos információkkal szolgálni számotokra. Köszönjük, hogy ismét meghallgattatok minket, és hogy továbbra is olvasóink, illetve hallgatóinknak tudhatunk. Én a magam nevében elbúcsúzom, én Csibu voltam, valamint itt volt velünk Red Boy. A figyelmet, sziasztok! Juve fan! Sziasztok! És Lukász. Sziasztok, mindörökké hajrá Debrecen!